Scott és lánya Erin nagyon szereti a floridai focit. Scott évek óta tervezgette, hogyan finanszírozza majd Erin tanulmányait. Aztán 2007-ben elbocsátották. Ekkorra már elvált, és senkire sem támaszkodhatott. A munkanélküli segélyből még a számlákra se futotta. A végére értem a lehetőségeknek. Gyakorlatilag nem maradtak megtakarításaim. Scott, aki pont akkor lett keresztényé, nagyon frusztrált volt. Egy nap egyik barátja a gyülekezetből elmagyarázta neki, hogyan gondoskodik rólunk Isten, ha tizedet adunk. Scott eleinte szkeptikus volt. Úgy voltam vele, hogy már úgy sem tudom kifizetni a számláimat ebből a kis pénzből. Rendben, Istenem, megpróbálok ezzel. Lássuk, mit teszel. Pár héten belül kaptam postán egy csekket a volt munkahelyemtől, olyan 2500 dollárról szólt, épp akkor, amikor nagyon kellett. Ezért rendkívül boldog lettem, hiszen betöltötte a szükségeimet. Egy hónappal később egy új állással Scott kint volt a vízből. Minél nagyobbat lépünk hitben, annál nagyobb lesz a bizalmunk Isten felé. És minél jobban erősödik a hitünk, annál többet tesz értünk Isten. Ez tényleg hihetetlen. Scott elmondta, a hite újra megpróbáltatott, amikor a cég leépítésébe kezdett, és újra elvesztette állását. Ám ez már felkészülten érte. Nem csak, hogy a segélyből is adta a tizedet, de még a CBN partnere is lett. A hitem új erőre kapott, már nem rázott meg annyira, mint elsőre, mert tudtam, hogy Isten most is gondomat fogja viselni. Nem sokára egy újabb állást is becserkészett, nagyobb fizetéssel. Minél jobban hittem, Isten annál feljebb emelt engem, és ez csodálatos. Scott visszafizette adósságait, lánya Erin pedig 2 évre ösztöndíjat nyert. Scottnak így már van ideje és módja is takarékoskodni a lánya tanulmányainak befejezésére. Ez Isten módszere. Elképesztő, hogy mit tesz értünk, ha rábízzuk az életünket. Elképesztő, hogy mit tesz értünk, ha hagyjuk. Itt az ígéret a 128. Zsoltárból. Mind boldog az, aki féli az Urat, aki az ő útjaiban jár. Boldog vagy, és jól van dolgod. Íme így áldaték meg a férfiú, aki féli az Urat.